biztonság kérdése, illetve a magánszféra sértetlensége egy olyan kérdés, ami gyakran előjön, úgyhogy gondoltam, hogy egy ilyen rövid videóban ezt lehetne megtárgyalni. Két részre osztanám ezt a kérdést. Az egyik az a hivatalos szervek, illetve maga a rendszer től való biztonság, illetve az attól való rejtőzködés, illetve a másik az átlagos emberektől, az embertársainktól való úgymond távolságtartás. Az első kérdéskörre a válasz egyértelműen nem lehet a rendszer elől elbújni. Én ismerek olyanokat, akik számtalan helyen, akik azt gondolják, hogy megvan ennek a módja, hogy el lehet így vagy úgy rejtőzni. Szerintem ez egy nagyon naív hozzáállás, hogyha valaki azt gondolja, hogy bármiféle módon is azok, akik a rendszert kifejlesztették és kitalálták, lehetőséget teremtenek arra az embereknek, hogy elrejtőzzenek. Ez az egyik. A másik kérdés az, hogy egyáltalán hogyan is lehetne lehetséges ez, mikor az a technológia, ami az elit rendelkezésére áll, nyilván nem az a technológia, amiről mi tudunk. Amennyiben nem ez, akkor nem is tudunk felkészülni. Teljesen szerintem egy balga gondolat az, hogy a hackerek ilyen vagy olyan problémákat okoznak a világon. Lehet, hogy apró problémákat okozhatnak, de az biztos, hogy a technológia évtizedekkel meghaladja azt, ami nekünk van. Az a technológia, ami a rendszer rendelkezésére áll, évtizedekkel meghaladja azt, amiről mi nekünk fogalmunk van. Úgyhogy egy-egy hacker, aki próbálkozna, az szinte esélytelen az ellen a rendszer ellen, ami évtizedekkel megelőzi azt a technológiát, amiről ő tud. A mesterséges intelligenciáról nem beszélve. Úgyhogy amikor az adatgyűjtés olyan volumenű és olyan nagyságrendű, amilyen manapság, és az adatokat ellenőrizni olyan egyszerű számukra a mesterséges intelligencia segítségével, mint amilyen, szerintem arra gondolni, hogy valaki a rendszer elől elbújik az interneten, az egy naív gondolat. Még annyit, hogy amit ezen mondanék, az az, hogy megvan a technológiájuk arra, hogy mindenféle adatforgalmat, amit egy-egy személy bonyolít, leellenőrizzenek a megfelelő kulcsszavak segítségével, és ezt meg is teszik, és én biztos vagyok benne, hogy az internet kezdetétől ezt ők így csinálják. Hogyha a legjobb példa erre az a Kennedy-s videó, amit itt is láthatatok a csatornán, 50 évvel ezelőtt, hanem 60 évvel ezelőtt az időjárás módosítása és az időjárás irányításáról beszélt, míg mi csak ma kezdtük el felfogni, hogy ezt csinálják. Vajon akkor az elmúlt 50-60 évben ők vártak, és ma kezdték el. Ők ezt akkor már tudták, hogy ez lehetséges. Úgyhogy ha akkor tudták, hogy ez lehetséges, akkor vajon mikor kezdtek el ezen dolgozni? És ez szerintem nagyszerűen bemutatja azt, hogy mennyivel előttünk járnak. Úgyhogy amennyiben valaki rákeres azokra a kulcsszavakra, amelyekre azok, akik ezt a csatornát követik, vagy ezekben a úgymond teóriákban jártasak, azok a kulcsszavak biztos, hogy szerepelnek, de ugyanúgy az összes Skype beszélgetés, az összes interneten folytatott kommunikáció minden bekerül a rendszerbe. Aki erről nem tud, annak érdemes utána néznie, hogy hogyan is megy az adatgyűjtés és az adatoknak a vizsgálata. Úgyhogy azon izgulni, hogy vajon el tudok-e bújni a rendszer elől, azon izgulni teljesen fölösleges, a válasz egyértelműen nem. Teljesen mindegy, hogy rejtem el az IP címet, vagy hogy kapcsolom ki a helyzet meghatározást a Google-ön. Ha valaki azt gondolja, hogy ez számít, vagy akkor az szerintem naív, és nem érti, hogy hogyan működik a rendszer. Erre egyáltalán nincs esély. És fölösleges is ezen aggódni. Az egyetlen dolog, ami mindenkinek aggódni kéne, az, hogy hogyan tudja követni teremtőnek az útját. Onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy ők megtalálnak-e minket, így vagy úgy. Úgy is megfognak. Mindenkit megfognak, mert ilyen a rendszer. A másik kérdés azonban, illetve ennek a kérdések a másik része az, hogy
mit lehet csinálni egy átlagos emberrel szemben, úgymond idézőjelben, és szerintem érdemes megfontolni mindenkinek, hogy mennyire akar a célpontban, célkeresztben lenni, és mennyire akar előhozakodni azzal, amit képvisel, és érdemes-e várni a megfelelő időpontra, és feltérképezni a terepet, mielőtt az ember kiteszi magát annak az ostobaságnak és annak a balgaságnak, amit a társadalom túlnyomó többsége képvisel ezekkel a teóriákkal és elméletekkel szemben. Legyen szó akár az új világrendről, legyen szó akár az írásról. Bár az új világrend egyes részeit szerintem már lassan a legtöbb ember kénytelen elismerni, azonban egyre nagyobb ellenállás lesz az írás valódi jelentőségét és jelentését illetően. Úgyhogy mielőtt az ember teljesen kitárulkozik és nyilvánosságra tárja azokat a gondolatokat, melyeket képvisel, szerintem érdemes átgondolni, hiszen az saját életét megkönnyíti. Az, hogy azok az emberek, akik azt mondják folyamatosan, hogy miért nem lehet tudni, hogy ki kicsoda az interneten, aki nem vállal felelősséget, annak teljesen mindegy. Ezért találták ki, hogy a kibicnek semmi sem drága. Nekik mindegy. Az, aki azt fújja, amit az átlagos ember, annak nincs semmi vesztenivalója, nem vállal semmiféle kockázatot. Úgyhogy viszont mindenki más kockázatot vállal, hiszen amennyiben nem ért egyet a társadalommal, akkor annak következményei lehetnek. És ha nem muszáj, akkor az embernek nem feltétlenül kell a saját helyzetét nehezíteni. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit mindenki csinál kivétel nélkül, és az pedig cenzúrázza azt, hogy mit gondol. És az épp ugyanaz, minthogyha egy másik identitással szerepelne online. Hiszen a legtöbb ember nem vállalja 100%-ig azt, amiben hisz. Úgyhogy mindaddig, amíg ez van, addig fölösleges újan mutogatni akár rám, akár másokra, hogy miért nem vállalják az identitásukat. Mindaddig, amíg valaki cenzúrázza a gondolatvilágát, az, aki egyetért az általános vélekedése, arról itt nincs szó, az nem is játszik ebben az egészben. Az, aki nem, az pedig az, ahogy cenzúrázza a véleményét, az ugyanazt csinálja. És szerintem az is egy elfogadható út. Az emberek nem feltétlenül kell felvállalni mindent, és nem biztos, hogy az ember ismerőseinek feltétlenül tudnia kell mindent, amit az ember gondol. Annak kell tudnia, akinek tudnia kell. Minden információnak megvan az a vég célja és a végpontja, ami befogadó lesz majd arra az információra. Úgyhogy az a legfontosabb, hogy azt megtaláljuk, azt az embert. Az, hogy próbáljunk mindenkinek a kedvében járni, vagy mindenkinek mindent tudnia kell, ez egy naív hozzáállás. Úgyhogy erről ennyit, remélem, hogy hasznosnak találtátok, nem tudom, hogy válaszoltatok-e a kérdésre, amennyiben nem, írhatok nyugodtan, ha bármiféle kérdésetek van, és akkor a jövőben ilyen rövid videókkal megpróbálom az én véleményemet elmondani arról, hogy mi is lehet a megoldás. Még mielőtt befejezném ezt a videót, annyit elárulnék, hogy az a mennyiségű ostoba és buta hozzászólás, ami ehhez a csatornához eljut, szerintem figyelmeztetés kell, hogy legyen a legtöbb ember számára, mielőtt belevág abba, hogy kitárulkozzon az egész világnak csak azért, mert ez az, amit azok az emberek, akik semmiféle kockázatot nem vállalnak, elvárnak. Ugyanis szerintem fölösleges terhet vesz magára, aki ezt megpróbálja, vagy aki így gondolkodik. De ezt mindenki eldöntheti magának. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!